Május 18-án nem csak a Városnapi programsorozat veszi kezdetét, ez a nap a Múzeumok Világnapja is. Ennek kapcsán számos programot kínál a Jósa András Múzeum, amelyek közül a legkiemelkedőbb a Mozaik Múzeum túra. Ennek célja, hogy bemutassa és megismertesse a magyarországi múzeumok sokszínű kulturális kínálatát, valamint növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát. Az országjáró roadshow Székesfehérvár, Miskolc, Eger és Veszprém után 15. állomásként Nyíregyházára érkezik. Erről a programsorozatról annyit kell tudni, hogy itt a múzeumok belső életét népszerűsítjük, ugyanazokat a belső mozaikokat próbáljuk felfedni az ide látogatóknak, amiket különben más alkalommal nem tudnánk bemutatni. 15. alkalom arra, hogy a roadshow Magyarországon belül elérkezett ide hozzánk Nyíregyházára, mi ennek nagyon örülünk. Számtalan helyen volt már ez a roadshow program, mindenütt nagy siker övezte, nagyon sokan látogatták. Nálunk 8 helyszínen 22 programot fogunk bemutatni. Eddig sosem látott Bencó Gyula alkotást is bemutatnak pénteken. Az Ekehárd szökése című milliós eszmei értékkel bíró szénrajzot nemrég vásárolta meg a múzeum. Már csak a megfelelő alkalomra vártak, hogy ezt bemutathassák a múzeum látogatóinak. A Dunántúlról került Nyíregyházára egy dunántúli műgyűjtőtől, aki egy bécsi aukción vásárolta még az elmúlt években a festményt, és miután megtudta, hogy Nyíregyházán van Bencúr gyűjtemény, Bencúr kiállítás, ezért ajánlotta a figyelmünkbe. Az úr egyébként Szatmári Tibor, műgyűjtő, és tőle vásároltuk meg a festményt önkormányzati segítséggel. Az így kibővült Bencúr gyűjtemény és az intézményben folyamatosan zajló kutatási munkák mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyíregyházi Múzeumot országos szinten is kiemelkedő kulturális intézményként tartsák számon. Az egyik legfontosabb vidéki múzeumi bázisként tekinthetünk a Nyíregyházi Jósa András Múzeumra, nem csak azért, mert hogy nagyon patinás intézmény, hiszen 150 évvel ezelőttre nyúlik vissza az alapítás, a kezdet, és ezzel egyébként az egyik legkorábbi közgyűjteményként idézhetjük fel a történetét. Egy kicsit elfogult vagyok, mert a Néprajzi Múzeum sincs még 150 éves, aminek a vezetője lehetek, még csak a 147-et tapossuk, úgyhogy egy kicsit idősebb testvérként is nézzünk a Jósa András Múzeumra, de komolyra fordítva a szót, meggyőződésem, hogy a magyarországi vidéki múzeumi rendszer átalakításával a településekhez visszakerült nagy hagyományú intézmények előtt egészen más lehetőségek, távlatok nyíltak meg. Ezzel a múzeumok felelőssége nem csökkent. A gyűjtemények fenntartása és bővítése messzire nyúló kötelezettségeket jelent, de a helyi közösségek értékmegőrzése szempontjából is fontos a múzeum tevékenysége.